Kibe vagy szerelmes mostanában? Én? Jézusom, hát... Mikor voltál? Mikor voltam szerelmes? Hát... Ez mostan érdekes lesz, mert a Jordánban. 1973-ban. És ez tartott egy darabig. És kész. Jó estét kívánunk mindenkinek, köszönjük, hogy eljöttek. Fogunk egy kicsit beszélgetni, még nem tudjuk, hogy mi nem beszéltünk össze. Ugye, Kati? Ugye. Ugye. Már nem is tudom, mikor találkoztunk utoljára így. Hát így mélyen, ahogy most fogunk, már nagyon régen. Én csak annyit akarok, amikor megtudtam, hogy az Erikával leszek, bennem olyan boldogság támadt, annyi emlék jött fel, hogyha annak a negyede belefér abba, ami most itt lesz, az a sok szeretet meg, úgyhogy én nagyon örülök, hogy most itt beszélgetek vele. Nem is tudom, 50, több mint 50 év, 10-20 éves korunk óta ismerjük. Elmondom, hogy honnan ismerem az Erikát, hogy ismerem. Engem nem vettek, te is 48-as vagy, ugye? Persze. Én is 48-as vagyok, de az Erikát egyből felvették a főiskolára, a Várkonyi osztályba járt, engem meg nem vettek föl 3 évig, és a Nemzeti stúdiójába voltam. És onnan jártunk mindig előadásokat nézni. És hát nagyszerű egy osztály volt, nagyszerű az Erikáé, majd ő mesél róla, de ott volt ez a Bodnár Erika. Hát padlót fogta. Hát olyan előadásokra emlékszem, na jó, hát a három nővérben ő volt az Olga, akkor a Melita, a... Egyszerelem három éjszaka. A sennyeit lepipálta, olyan volt. Sikkoltoztunk, pedig akkor az nem volt divat. Ott a nézőtéren. És még volt egy, ami most... A vőlegény. A vőlegény, azóta eljátszottam ezt, hogy mennyit utánoztam, de pedig az már akkor egy 40 évre rá volt, vagy 45 évre rá. 40 évre rá. Szóval Erika. És olyan, ó, ha én ismerhetném ezt a nőt, ó, ha én a közelébe lehetnék. Szóval oda voltam érte, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Na hát a hamar azt... Na, mert most már ne, zavarba vagyok. Kész. Teljesen. Jó, ennyi, több jót nem mondok. Jó. Több most már ne. Jó. Mikor én bekerültem, másodéves főiskolás voltam, Várkonyi osztályba jártam, ahogy a Kati mondja, és nem, a fél osztályhatan a Nemzeti Színházba kerültünk gyakorlatra, statisztálni magyarul, és együtt statisztáltunk a stúdiósokkal, Kati is ott volt, és én meg rögtön őt szúrtam ki, hogy ez olyan, hát nem lehetett nem észrevenni, most is olyan, egy olyan erős személyiség, hogy egyszerűen ő mellette nagyon nehéz lenni, és megjelenni, mert ha ő tényleg valahova belép, akkor ott ő van, és kész. És bejött ez a lány a büfébe, és mondom, ki ez a lány? Mindenki imádta. És aztán nagyon hamar, valahogy, már a következő évben már jött a váltás, ugye meg igazgatóváltás. Most te úgy, igen, én... Mert ez úgy volt, hogy a Nemzeti Színházba mi oda kerültünk. Igen. Ez már ugrottunk most egy csomó időt, eljöttünk Kaposvárról, te meg Szolnokról talán? Igen. Szolnokról, akkor a Székely Gábornak volt a színháza, nekem a Babarcit. Eljöttünk, úgy volt írva, ami, nem mindegy, ez vagy ők 9-en, mert
jöttünk egy csomóan Szolnokról, meg Kaposvárról, így írta az újság. És akkor ott mi a Nemzetiben, talán akkor. Igen. Akkor ott végleg beteljesedett, ami barátságunk. Egy öltözőbe öltöztünk, emlékszem. Emlékszel, annyira bennem van egy kép, nagyon... én merem mondani, hogy nem volt egy kellemes hely akkor a Nagy Nemzeti Színházba fiatal színésznek lenni, mert így nem szerették annyira a fiatalokat. Ez az igazság. Szóval ott nagyon, nagyon a hierarchia olyan őrületesen működött, hogy például emlékszem, hogy mikor főiskolásként bementem a büfébe, először a Nemzeti Színház büféjébe, és szerettem volna kérni egy pohár vizet, akkor oda jött hozzám az Zsolt István nevű ügyelő, a fő ügyelője a Nemzetinek, és azt mondta, hogy maga mit keres itt? Mondom, csak vizet kérek. Hát kicsoda maga? Mondom, főiskolás vagyok. Ide főiskolás nem jöhet be. Ez a művészbüfé. És igen, mondtam, és álltak kint a Blaskó Peti, a Pap Jancsi, a Kern Andris, a Verebes Pista, és mondta, gyertek, mert jaj, benne gyertek, mert így balhé lesz, hát nem tudtuk, hogy nem szabad. Hát tényleg ott ült a Besenyei, a Sinkovics, Kálmán Gyuri, ja. Kálai, hát a vörület volt tényleg. De ők nem mondták, hogy nem ülhetünk le, az nem az ő dolguk volt. Úgyhogy álltunk kinn a folyosón, meghaltunk, nem mertünk kista szaladni, szóval nehéz volt. Úgyhogy emlékszem, hogy a Danton halálát próbáltuk, amit rendezett az már az új éra volt, az már úgy az új éra, hogy akkor már... visszajöttünk a vidékről. Igen, abban mind a ketten benne voltunk, az volt az első bemutatkozás. Borzasztóan izgultál, arra emlékszem. Jaj, és még most is veszem be. De tényleg, borzasztó. Marion. Az annyira bennem van az a kép, a Danton halálát hallom, mindig csak a Lázár Kati jut eszembe, hogy egy fehér kombinéban, mint egy ilyen, mint egy kundabil. De elmondom, hogy miért. Mert a Székely Gábor egy nagyon erős, ez egy, hát milyen kurvát játszottam, na. És ő szeretett volna inkább egy áldozatot, egy aki a Dantonnak a vívódó szerencsétlen életét segíti egy kicsit azzal, hogy ott együtt van. Igen ám, de a Kálai Feri a szeretett instruálni. De homlok egyenest más mondott, mint amit a Székely lent. Én oda kuporodtam a Kálai Feri lábához, és beszéltem neki, egy nagy monológom volt. De nem tudtam jól mondani, mert láttam a pontozást a szemibe, hogy 5,5, 5,5, 5, 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
tudtam, hogy neki mikor 5,5, akkor a székely meg fog szólalni, hogy a kutya úristen itt Katika. És nem tudtam jó lenni. És ez benne maradt az előadásba is. De volt egy párszor, amikor már ugye vége felé volt, és akkor szabad lettem. De amikor a monológot elmondtad, akkor bejöttél az öltözőbe, és akkor még volt sok időnk, amíg én sorra kerültem, mert nekem is volt a Kálaival, én a feleségem voltam, nem is tudtam, hogy te a szeretője voltál. Most tudok. Jó van már, jó van már, most már igazán. Megbocsájthatsz. Te az lába előtt kuporogtál, én meg mellette egy én is hálóinkben voltam. Hát ez érületes. Igen, és az volt, emlékszem arra is, hogy figyeltem az Erikát, hogy próbál, és aznap egy nagyon ócska próba volt. Nehéz volt. A Kálaival bizony nehéz. Csodálatos, hát fantasztikus színész volt. De hát éppen azért talán. Nehéz volt, és volt egy monológod. Mikor már haldoklott, vagy elfogták a Dantont, nem tudom, és ki kellett jönnöd a színpadra, és mondani egy pár mondatot. És kínlottál ott, ez egy próbám volt, kínlottál, és akkor egyszer csak
azt mondja, jaj, mert nem ment neki, nem volt benne a szerepbe, de olyan jó volt, ahogy mondta, jaj, mert hogy már legszívesebb, hogy kiment volna a színpadról. Ezzel sose felejtem el. Igen, az benne is maradt, de az tulajdonképpen az félig meddig tudatos volt, és igazából nem is elmondom, hogy ez nem azért volt, mert elfáradtam, hanem mert miközben én mondtam a monológot, hát most kit érdekelt, hogy egy fiatal színésznő ott éppen az életéért harcol, és a Kállai Ferencnek azért meg kell felelni, és kinn a takarásba, ja, ez a másik. Hadd dumáltak a művészek, és nem, rájuk nem szólt rájuk az ügyelő, és engem egyre jobban idegesített és zavart. És annyira zavarba jöttem már a végén, hogy nem mertem kiszólni, meg nem tudom, ilyenkor mit kell csinálni, hogy nem hallja valaki lent a ügyeletes, nem tudom, vagy valaki a székely messze ült, lehet, hogy, vagy nem akart szólni. És olyan feszültség volt benne, hogy azt mondja, hogy jaj! Üvöltöttem egyet. Hogy, és azt mondja, csönd lett, és azt mondta a székely, ez nagyon jó. Marad. Hát soha igen, többet nem tudtam olyan jól megcsinálni, mindig megcsináltam. De... Igen, ez a különbség, mert ez a Székely Színház a Szolnokon, a Zsámbékiék, Babarciék Színház a Kaposvárot, az nem engedte meg. Ott tényleg műhely van. És hát jó, nekem belül itt van, mert már nincs. A Kaposvárról beszélek. De nem engedték meg ezt, hogy nem az ügyelőnek kellett, hanem kinevelte bennünk színészekben a darabért való odafigyelést, meg koncentrációt és alázatot. Hó, mondtam, amikor kerültem a Székelyhez. Bár 25-es is voltam, és az se semmi, mert ott volt a kemény, kemény rakkoló, jól dolgozó ember. Mégis azt mondom, hogy hát így is lehet. És a Székely mindig halk volt. Amikor valamiért trehánykodtunk, vagy másnapos volt az ember, vagy gátásos volt nagyon, akkor mondta, hogy a kutya úristen itt, Katika. De különben ez az igény, az mindig bennünk volt, akár próbáltunk, akár játszottunk, és van, mikor játszunk. Hát ez most is van, és most is borzasztóan zavar, hogyha rendetlenség van. Néha, hát van, persze, vannak ilyen napok, amikor valahogy úgy egy kicsit, nem tudom, hát emberből van. Mostanában meg, hát nyilván, ahogy telnek múlnak az évek, és ahogy megy a világ, mindenütt rendetlenség van, hát miért pont itt ne tenné be a lábát a nagy rendetlenség egy kicsit. Szóval nehéz az embernek, amikor elindul otthonról, mire beér, addigra annyira szétesem sokszor, hogy alig bírom magammal tudod összerakni, hogy most egy kicsit már arra figyeljek, hogy azért mindig egy órával előbb bent vagyok. Próbálni is, hát ha előadásom van, akkor meg 5 óra, akkor már ülök az öltözőbe. Én még a mai napig úgy vagyok vele, hogy nagyon sokszor azt hiszem, hogy mondom, megszűnt a Lipótmező, és ki szabadultak az őrültek, mert... De nem vicc. Ez se vicc, de az... De nem az úgy, viszont, majd mondok valamit erről. Az vicc viszont, hogy mert megy az ember az utcán, és üvöltve beszél. Drága. Hogy de nem, de mondd, de miért, de... És nézem, hogy az emberek mit szólnak ehhez? Semmit. Mennek el mellette nyugodtan szem. Akkor esik le a tantusz, lögd meg, hát telefonál. De én nem használom, mert most már így se kell csinálni. Nem, mert be van akasztva. Mert be van, de én nem bírom megszokni. Nekem 4 éve lett mobiltelefonom, mert muszáj volt. De semmi más, minden ilyen kütyütől, ugyanilyen gyűlölök, nem, szóval nem félek tőle, meg tudnánk tanulni, de annyira utálom ezt, hogy
elveszi, az, megeszi az életet. Egyébként a Lipótról csak annyit, hogy, hogy én a Zala Márk egy időben voltam, és nem tudom, a barátaim többen is voltak a Lipóton sokat, és a Zala Márkot is látogattam, aztán a Farádi István, osztálytársam, nagyszerű színész, barátom, öccse is bekerült, és miután az István meghalt, rám maradt az öccse, amíg meg nem halt szegény. És ő is, miatta is bement, jártam a Lipótra. Na a lényeg, hogy és ismertem őket, és jóba voltam az ápoltakkal. És kint látom őket, és hajléktalanok, és szerencsétlenek. Megszűnt vége. És beszélnek magukba, és nevetnek, és... nem tudom, igen. Na most meséljük valami jobb dologról. Jó! Beszélgessünk egymástal már. Jó! Itt vagy. Jó, amikor megszületett az Adél, akkor elvittem. Mert a Bálint Andris volt az ő férje, nekem meg a Jordán Tamás. És ők jóba voltak, csak általunk lettek megint úgy jóba. Nem. Mikor Pestre feljöttünk. A Tamás is feljött a Rusztal, a Várszínházba. Igen. A kártyavartik voltak. Meg a kártyapartik. Zsugások voltak, hát ők kártyáztak, mi meg pofáztunk. Na most hát ezt is el kell mesélni, haragudj, megint dicsérlek. Jó. Szóval... mit csináltam? Olyan házvezetést tudott ez a nő, ez a művész. Úgy főzött, olyan finomakat. Olyan rend volt, olyan fantázia volt, olyan... Én nem vagyok ilyen. Én mezitláb döngölt földön szeretek járkálni, és egy lábosba főzni, és tány, én ilyen vagyok. Ő meg ilyen magas szintű csodákat csinált. És jártunk oda, imádtam oda, és néztem, hogyha nekem egyszer majd lesz egy lakásom, ha úgy gondolom, hogy kell majd csinálni szépet, akkor csak ilyet akarok, ahogy az Erika. De hát aztán nem sikerült nekem. És olyan Varga Bélest hogy tudtál csinálni? Stíriai Metél. Stíriai Metél. Atya azt is. Szerettétek nagyon. Ja. Jó, hát mindenféle volt. Minden. És akkor vittem az Adélt, akkor megszületett Kaposváron, és akkor vittem. És akkor a hálószobátokba betettük. És igen. Igen. És akkor ott aludt az ágyon. Itt akkor már megvolt a fiam, meg az őszobájában menő. Balázs akkor már 3, 4, 5, 4 éves. Édes drága. Ez azok 80. A gyerekek, akik a kis Balázska 48 éves. Ez képzelt ki. És én olyan borzasztó, amikor mondom, kisfiam, felhívom telefonon, hogy most ezt kéne csinálni, vagy segítség, vagy nem tudom. És leteszem a telefont, és úgy, hát, most úgy beszéltem vele, mint egy kisgyerekkel, és nekem tényleg az, igen. És közben, hát én nem is. Tudom felfogni, de hogy fogod föl, hogy az Adél mennyi idős? Nem is törődök éves. Vele, nekem is, engem az Adél azért nevezett el az utóbbi időbe Ilonka néninek, mert azt mondja, hogy annyit beszélek és aggódok, hogy csak úgy tud kivédeni, ha azt mondja rögtön, hogy igen, Ilonka néni. De nem tudok megváltozni nap. És miért aggódsz? Hát, hogy rendben van-e minden, hogy ugye nincs kin a derekad. Ilyenek. Ja, gyorsan. Hát miért? Egészségileg, meg hogy jól viselkedik-e, meg hogy a gyerekkel mi van. És ahogy így öregszem, és nem meditálok, mert ha meditálok, ez nincs. Ha meditálok, akkor olyan magától értetődőek egy darabig a dolgok, aztán megint összeomlik minden. Muszáj minden nap. Nem is kell semmit csinálni. Ez egy csodálatos író mondta. Leülni, és a lélegzetvételemre figyelni, és... tudni azt, hogy bármilyen gondolat vagy érzés, ami engem szorongóvá és feszülté tesz, az elmúlik. De ezt nem valami diktáló izé mondja, amelyik milliót hallgattam, és mindig csak azt kritizáltam, hogy milyen hamisan beszél,
mert a szakmámból kifolyólag, hanem ezt egy olvastam, és nekiláttam, és körülbelül 15 perc ilyen lélegzetvételes, tökéletesen, a legnagyobb izgalmaimból, és képes vagyok nem csinálni. Valami rosszat mondjál róla. Nem tudok. Nem bántottalak. Ja, soha akkor mondok. Na. Nem csak amikor, amikor a lányom voltál Mesél a Bécsi erdőben. Ja, igen. És akkor én bennem nagyon sok zavar volt. Talán azért is, mert azt hittem, hogy ahogy a társulatból véltem, mert nem is biztos, hogy így van, nem örültek, hogy engem hívott, hogy hülyeség? Abszolút. Hagyjam abba? De mondd el végig. Na és akkor én ez ellenségnek éreztem magam. És úgy viselkedtél. Az Istenit. Rettenetes volt, nem ismertem hozzád közel menni, mert mondtam, ne hogy beszélj. Valamiért haragszik rám, de villogott a szemed, az egész lényed azt sugározza, hogy ne közelíts. Akkor itt nem szabad hozzám közelülni. Szóval úgy ültél, álltál, nem tudom, hogy én nem mertem oda menni. Megkérdezni, hogy Kati, mi a bajod van már? Nem tudom. Bántott valaki? Nem mertem. Aztán azt gondoltam, hogy lehet, hogy ez annyi év telt. Ez milyen érdekes. Más a módszere, hogy te így oldod meg ezt a szerepet, hogy fölveszed, ugye te azt a rettenetes, kegyetlen, szörnyeteg nagymamát játszottad. Igen. Ugye, és gondoltam, hogy ez te na de már mikor nem próbálom, hanem csak játszom, akkor nyithattam volna egy kicsit. Nem tudom. Nem, valahogy nem, de így van benne valami, hogy mikor mentem vendégnek most a Vígszínházba, akkor az elején össze voltam veszve a partneremmel. Szegény, nem tudok még kedves lenni, mert mindig örökké örjöngenem kellett és haragudni. És akkor valahogy ezt én komolyan veszem, vagy nem tudom, mint egy hülye. De hát én mit csináljak, hát ez van. Átugrottunk olyan sok éveket. Hát ugorjunk vissza. Az egész életünket. Hát mesélj valamit. Most már elmúltunk 70 évesek, és itt vagyunk két nagy gyerekkel, és rengeteg nyavajával, és még azt is mondhatom. Neked is a színház ment meg mindentől? Mit csak? Csak mi? Csak a szín. Így van. Akkor élek, akkor érzem azt, hogy vagyok, hogy ember vagyok, hogy tudok valamit Pontosan. Csinálni, hogy értelme van, hogy én vagyok, amikor bejövök a színházba. És boldog vagyok. Itt mindenkit szeretek, itt olyan jó lenni. Hány éve vagy itt? 37. Hát amióta az a színház van, az őrület. Itt ülök. Őrület. Ugrálok. Gyönyörű. És hát nekem, igen, az életem, a családom, az otthonom, a nem tudom. Érezhetek az otthonodról most? Most már van otthonom, hála Istennek. Igazi? Igazi. Jaj. Elmúlt, de hát egy kegyetlen picit vágy. Meséld már el, kérlek, hogy mik vannak. Ez a rémes történet. Az egy nekem... rémes, az hihetetlen. Ahogy tapasztaltad, az meséld el, az borzasztóan jó. Hát szóval nekem egy nagyon szép lakásom volt a Pozsonyi út és Katona József utca sarkán, 5. emelet, nagy, 80 négyzetméter, két erkély, egy igazi olyan régi polgári, az a Bauhaus ház. Imádtam. És ott laktam a fiammal. Aztán ő elköltözött, és aztán egyedül maradtam. Na mindegy, az volt a lényeg, hogy fölöttem a tető, és padlás, és úgy döntött ugye a háznak a lakói, hogy az kiadjuk, vegye meg valaki, mert akkor kevesebb lesz a közös költség, meg mit tudom én, szóval mi akkor jól járunk. És eladták, és volt, aki megvette egy pasas, egy nagyon gazdag ember, nagyon gazdag ember, megvette, hogy ő beépíti. Jó.
Na mindegy, építkeztek, az volt az a vége, ott hogy ilyen. Lebontották. Ezt nem esélyed, csak hogy egy ilyen. Mint filmes, fetítsük le. Lebontották pénteken a tetőt, az egészet lekapták, és péntek délután, 2 összepakoltak a melósok, és fogták magukat, és mentek hétvégére haza. Nyáron, augusztus 31-e volt. És éjjel 1 órakor arra ébredtem, hogy UFO-k vannak a lakásban, vagy bekapcsolódott a tévé, kikapcsolódott, mint egy ilyen sci-fi filmbe. Szikrázott a foglalat, az összes ilyen kapcsoló a lakásban. Borzalmas volt, tűzijáték, és nem tudom, és először álmodom, aztán néztem a tévét, hogy valami film van. Nem. És idő kellett hozzá, amíg rájöttem, hogy miközben ezt nézem, közben azt érzem, hogy bőrigáztam. És kiugrottam az ágyból, és már idáig ért a víz a szobába. És hirtelen annyi eszem volt, vagy nem tudom, hogy Jézus Mária, itt most meg fogok halni, attól, hogy agyoncsap az áram. És az volt az első, hogy kirohantam az előszobába, és lecsaptam a villanyórát. És így ültem a sötétbe, szerencsére föl tudtam írni a fiam, hogy kisfiam, gyere ide, és hozzál amennyi vödör, meg kád, meg nem tudom, gyerekkád, vagy bár mindent otthonról. Jött az öcsém is, és hétfőig úgy elázott az én lakásom, hogy lakhatatlan lett. Leszakadt a plafon, így az egész, összedőltek a falak, elázott mindenem, ami a lakásban volt, de mindenem. Ez 2 éve volt, amit most kezdek el sírni. Borzalmas volt, amikor az ember, ennyi volt, amit én az életben összetudtam szedni magamnak, vagy nem tudom. Ez volt nekem, se kocsim nem volt, nincs telkem, nincs, nem tudom sem, ez a lakás volt. És így a szemem láttára, ráadásul feküdtem az ágyon, ami alatt már raktunk ilyen fóliákat, de hát így is össze-vissza ázott, és rajtam kellett, hogy legyen, én oxigénpalackos vagyok, és rajtam kellett, hogy legyen az oxigénmaszk, elég nem egységes látvány lehetett az egészen, ami tényleg borzasztó. Így, ahogy így kívülről el tudom képzelni, hogy zuhog a plafon, hol a víz, minden egy vizes ágyon egy nő fekszik. Oxigénmaszkkal, mellette a palack. Na mindegy, szóval ez volt, és aztán a lényeg az, hogy ez 2 éve volt, nem fizettek se a biztosító, se az ember, aki csinálta a kárt, egy büdös fillért senkitől nem kaptam, úgyhogy az lett, hogy ott hagytam azt a lakást, és tulajdonképpen 2 évig bolyongtam a 13. kerületben, az Újlipót városban, lakásról lakásra. Én annyi lakásban laktam, hogy volt olyan, hogy mentem az utcán, és nem éppen tudtad. Valamelyik lizében lakásban, két bőrön, de húzós, mögöttem a fiam a hátán a nagy oxigén palacka, és megálltam, és rám szólt a fiam, hogy mi van, anyám, baj van, rosszul van. Mondom, nem kicsit, csak most nem tudom, most hol lakunk. És tényleg nem tudtam, közben kerestük mindig lakást, de hát nekem nem volt pénzem, és csak úgy tudtam volna venni lakást, hogyha eladom ezt a... Akkor már ilyen nagy penészek lógtak mindenütt. A fiúk a színházból, a műszak segített kidobálni az összedőlt butorokat, meg minden, és annyira röhögtek volna, de hát szegények csak... De hát fotóztak, mint az őrült, mert itt ilyet még nem láttak. Az ágyam, ami egy fantasztikus, nagy, remek matrac volt, az egy ilyen
hatalmas nagy dombá alakult, így a víztől, és így benőtte ilyen zöld pelész, és olyan volt, mint egy ilyen zöld, ilyen hegy, ilyen mesebeli hegy. Le is fotózta a Fodor Pisti a vízhez, azt mondta, ő még ilyet nem látott, hogy ez ágy volt valamikor, vagy egy 500 ezer forintos kardomatrac, amit direkt azért kellett vegyek, hogy miután én lényegében az ágyba töltöm az életem nagy részét. És azóta se kapta egy fillért se? Nem. Létezik nem. Ilyen? Hát, igen. Nem is értem. Ha lett volna pénzem, akkor nem tudom. Nem, tényleg nem tudom. Nem tudom, hogy jól csináltam. Most jó helyen? Most nem tudom, a Jóisten valahogy a sors megoldotta úgy, hogy egy nap föltette a fiam az internetre, és jött egy nap, amikor hogy jelentkezett egy nagyon kedves, csodálatos hölgy, akiről kiderült, hogy az amerikai idegsebészetnek egy főorvos, asszonya a Kulkának volt a... Igen, jaj, tudom. Képzélt, az ő volt az orvosa, és hogy ő megvenné a fiának. Mondom, ne jöjjön föl, mert mondom, még nem szárad ki a lakás, az teljesen levanom, még nem is lehet hozzányúlni. Azt mondja, az őt nem érdekli. Jó, olyan kedvesek voltak, jó, hát mondom, jöjjenek föl, hát úgyis el fognak menni. Följöttek, és akkor nézegettek, a férje az egy ügyvédember volt, látszott, hogy ő ért a dolgot. Az ugye, és semmit, és mondom, vagy rendbe hozzuk valahogy, vagy le. Semmit ne csináljon, hát azt mondja, mi ezt az egész lakást úgyis kiverünk itt minden falat, ott szoba lesz, itt amerikai konyha lesz. Még jó is jártak, mert puha volt minden. Igaz, azt mondja, na mindegy, szóval ez történt. Hétfőn, szerdán visszaszólt, és azt mondta, hogy jó, akkor ő megveszi. Csütörtökön azt mondja nekem a fiam, hogy éjszaka bekapcsolta a netet, és azt mondja, lát egy lakást a Pozsonyi úton, nézzük már meg. Két házzal arrébb van, mint ahol laktál. Hát jó, mondom, menjünk, jó. És bementünk, és nem akartam hinni a szememnek, egy remek, kicsi lakás, szoba, szép nagy fürdőszoba, az fontos, konyha az nagyon kicsi, úgyhogy az én nagy főzéseimnek és a bűvészkedéseimnek ezzel vége lett, de tökéletes egy ember. Jaj, de jó! Jaj, de jó! Isteni! Na, mindegy, milyen hülyeségekről beszélünk, amikor... De jó ez gyönyörű vége lett, hál' Na mindegy, Isten. Az a lényeg, hogy most van lakásom. Én meg önkormányzatiba lakom, úgyhogy nekem minden jó, mert a GAMESZ fizeti, vagy nem fizeti, hanem intézi, az ha baj van. Az a GAMESZ? Hát az... Mi a GAMESZ? Hogy mondják ezt? Az a... Mindegy, jó van minden. HKV, vagy mi volt az jó. A... IKV volt régen, vagy mi. És egyszer volt, hát ez nem lesz jó poén, ezt nem mesélem el, mert arra már kevés. Nem, macskanyílásom van, mert három macskám volt, egyik már elment, volt, és van macskanyílás, és jött be a gázszag, és mondtam a GAMESZ illetékesnek, hogy nem bírok aludni, mert fejgörcsöm van. Tehát ő megnézte, és semmi. Jó, jön a gázszag, mindenhol keresett, és akkor kijött a... Mostan ilyen, hogy mondják, nem tudom, ez ebben telik el az idő, hogy nem tudom a neveket. Amelyik mostan a kéményseprői, valami ijesztő neve van, nem tudom. És a vészjelző, vagy nem tudom már megjegyezni. Katasztrófa védelem. Igen, na. Nem mondta ő. Azt nem hallottam. Kijönt két nagyon-nagyon, és mondom, hogy gázszag van, és fáj a fejem.
Hát, nem tetszett káposztát főzni? Mondom, fiatalember, az Isten, mert hetek óta nem alszom. Nem, hanem izé. Na, nem akarom mondani, az ajt mellettem egy állati dohányos nő ott bagózott mindig azon a helyen, ahol a gázcső, meg kert van a kis ajtócskám előtt, a gázcsőn egy ekkora lyuk volt, és ott jött ki a földön keresztül, és ott bagózott a Zsuzsi. Jó, hogy föl nem robbant. Hát úgyhogy ez is van. És akkor a katasztrófa védelem, az meg káposztáról beszél. És kibe vagy szerelmes mostanában? Én? Te? Jézusom, hát... Mikor voltál? Mikor voltam szerelmes? Hát... Ez mostan érdekes lesz, mert a Jordánba. 1973-ban, és ez tartott egy darabig, és kész. És azóta nem? Nem. De nem azért, mert szétmentünk, hanem mert vége lett. Úgy látszik, hogy én erre... És nem jött sem. Nem, de még véletlenül se. De nem is hiányzott, föl sem merült. Föl sem merült. Voltak olyan szerepeim, hogy nagy problémát okozott a... Például a Kripli Mariba is, a Jászaiba. Mindig vitatkoztam a dramaturggal, a Gyalog Eszterrel, mert mondta, hogy... Én azt mondtam, hogy a Jászai Mari, a nagyszerelm... Jászai Marit a nagyszerelmen nem szereti, csak kihasználja. Nem szeretheti, hát öreg már hozzá. Kati, miért gondolsz ilyet? Mondja. Hát miért ne szeret? Miért ne lehet? Nem tudom elképzelni, és nem is tudom eljátszani. Nem tudom, mert egyfolytában kontrollban vagyok, hogy a Lázár Kati minősíti azt a pasit, hogy egy csaló dög. Na, de aztán a vége felé, mert most már nem játszom, a vége felé rájöttem, mint mindig, ez egy örök szabály a színészetben, hogy nem forszírozni kell, hogy én szerelmes vagyok, hanem csak lazán venni. Úgy, mintha egy drága embert, nagyon szép, ahogy téged szeretlek, ez nem férfi, jaj, mindig nyomattam és mutattam, hogy mert nem jött igazából. És akkor egyszer csak rájöttem, hogy kis tudós, kis csodavirág. Jaj, énekes fülemüle. És régen meg úgy csináltam, hogy kis tudós, csodavirág. Nyomattam. Pedig nem vagy ilyen. Mi? Nem tudom elképzelni, hogy nem vagy ilyen annyira. De nem ilyen vagyok, hanem ezt akartam, mert nem tudom a módját, hogy szerette ez a nő ezt a pasit. Aha. Nem éreztem rá. Hát nem akkor. Hát mert nem, kész. Hát ez volt. Tudnám még sok mindenről beszélni, csomó mindenről nem beszéltünk, amiről szerettem volna. Az egész fiatalságunk kimaradt úgy, csinálunk még egyet majd közelebb, és akkor elmondjuk. Hát olyan jó volt, amikor fiatalok voltunk. És az mi, nem? Nem érdekel? Nem? Jó volt, de... Ne tagadlak. A színpadon volt nekem mindig jó. Nekem csak ott volt jó. Meg amikor úsztam a tengerbe, vagy a tóba, vagy a folyóba, vagy amikor sétáltam. De kész. Meg a gyerekkel a gőzfürdőbe feküdtünk a vízben, és énekeltünk két szólamba. Meg 9 hónaposan úsztam vele a Balatonba, terhesen. Jaj, de... Édes Istenem. Isteni úr. Na látod? Ilyen szépeket is kellett volna valami lírát belevinni ebbe a dráma. A nagy volt benne líra, nem? Öreg emberek, sírámai, annyira szerettem volna valahogy, hát ha veled sikerül felidézni azt a fiatalságot. Azt a legrosszabb embert választottam. Jó, az nem sikerült. Ki nekem kétszer nem sikerült. Először sem, másodszor sem. Én is abba hagytam, 36 éves voltam. Azóta egyedül élek. Kész. Ja, te más voltál. Bálint után
Más voltál, de, de én nagyon sokszor voltam szerelmes. Igen, igen, irigyeltelek is. Szerelemben voltam szerelmes, és állandóan kerestem magamnak valakit, hogy ki be lehet. Olyanokban is szerelmes voltam, mint az Al Pacino, de igazi volt, de annyira halálosan. Egyszer megjelent az Ábrányi utcában, ahol a Bálinttal raktunk egy fiatalembert, csak úgy becsöngetett, és azt mondta, hogy megmutatta a papír, hogy ő a... Most hirtelen az Altman, a Robert Altman, amerikai filmrendezőnek egy castingosa, ő szereplőt keres egy amerikai filmhez, amiben az Al Pacino szerepelt. Ez pedig a Sophie választása című film lett volna. Mária. És ők egy 30 év körüli színésznőt keresnek, méghozzá szláv színésznőt. És hogy most itt van, és neki ezt mondták, hogy engem keressen meg, nem tudom, hogy ki mondta neki, hogy ki ajánlotta, és hát, hogy akkor följött, beszélgette, szóval egy pillanatra még minthogyha... Összejöhetett volna. Igen. Aztán persze Meryl Streep addig rimánkodott, amíg az... Mégis csak eljátszott ezt a szerepet elő. És így, ami boldogságunk Al Pacinóval nem valósult, adott meg. De. Én a Kirk Douglasben voltam 13 évesen szerelmes, csak addig jutottam, hogy 13-szor láttam körülbelül a Vikingek című filmet Nagyváradon. És mai napig tudom a dalokat, meg az egészet. Hát, és ott volt a nő, és mondta neki, hogy jump down. Ja, mert ott nem volt szinkron Romániában, ott éltem fiatalkoromban. Jump down. 100 éves. Mi? 100 éves. Hát 100 éves, de akkor én akkor tényleg írtam is neki, meg minden. Na hát, jó. Ez. Akkor egy ilyen... Ennyi. Fejezzük be így, hogy egy kicsit nevettünk. És köszönjük szépen még egyszer. Gyere szívem, nem állsz már. Gyere. Kimegyünk. Ő van itthon. Köszönöm. Ugye te úgy vagy számon tartva, mint a tragika. Ja, az egyik magyar tragika, sajnos. Én meg úgy vagyok számon tartva, mint az egyik magyar búvabélelt értelmiségi. Holott mind a ketten égünk a vágytól ezek szerint, hogy vígjátékokban szerepeljünk, és hogy bohóckodhassunk.